Áron egy súlyosan sérült kiskutya, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Mármint háromlábú ismertük meg őt, és aztán gyakorlatilag igen, ez egy ilyen szerelem volt első látásra. Egy barátunk vigyázott rá, az Áronnak viszont van egy ilyen szeparációs szorongása, és ő azt hitte, hogy ott odaadjuk valahova, és hogy ott hagyjuk. És akkor az első adandó alkalommal ő egyszerűen kereket oldott, és kiszaladt az utcára. Hogyha nincsen a social media, az internet, a Facebook és az Instagram, akkor én nem tudom, hogy az Áron meglett-e volna. Igazából nagyon gyorsan felhívást csináltunk, alakult egy ilyen keresőcsoport az ő figyelésére, és ebbe hirtelen nagyon sok ember csatlakozott, nagyon sokan osztották meg, és gyakorlatilag az volt, hogy pár óra múlva már ilyen több százan vagy ezren kezdték el keresni, és hát végül is ő a 15. kerületben egy kb. 50 kilométeres futás után egy ilyen erdőben volt, ott sírtunk, igen, de hát ezt nem is lehetett másképpen kibírni. Áronnak nagyon nagy szerencséje volt, mert hogy hatalmas nagy figyelmet kapott. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az Áron kereső csoportját átnevezzük Ments Megre, és ebből egy ilyen internetes keresőmozgalmat csinálunk, és a mai napig 106 kutyát, 22 macskát, egy pávát, egy kengurut, egy lovat, egy papagájt és egy ezüstrókát talált meg ez a csoport. Gyakorlatilag több szem többet lát alapon, egyszerűen megkerülnek az állatok, és ez egy nagyon-nagyon jelentős közösség.